fák, amelyre a szem ellát, ilyen a sóstúj erdő madártávlatból. Néhol azonban fogyatkoznak a tölgyek, az elöregedett fákat fokozatosan termeli ki a nyírerdő, a munka pedig néhány napja ismét szalik két helyen. A megmaradt elakácosodott állomány termelik ki egy nagyjából 3,5 hektáros területen. Ezek tölgyes erdőállományok 110 év fölötti korral olyan állapotban vannak, mind egészségileg, mind műszakileg, hogy nem várhattunk igazából tovább a munkák elkezdésével. Az állományoknak a záródása, tehát az azt jelenti, hogy a meglévő tölgyfáknak a föld feletti borítása, az 50%-ot sem éri már el. Tehát nagyon sok fa már kiszáradt benne. Munkában a láncszűrészek, ahogy egy traktort is bevetnek a szakemberek a várhatóan szeptember végéig tartó kitermelés során. Ezt néhány hónap múlva erdőfelújítás követi majd. A drónos felvételeken is jól látszik, hogy a közelben, ahol néhány éve végezték el a munkát, már nőnek a fiatal fák. A cél a természetvédelmi és parkerdei funkció fenntartása, ezért őshonos kísérőfákkal elegyített tölgyes lesz majd itt. Mivel Natura 2000-es területről van szó, az erdészeti hatóság mellett természetvédőkkel is egyeztetni kell, mikor és hol vághatnak ki fát. Sok esetben kompromisszumra kell jutni, mely foltokat vagy fákat hagyják meg végül, a védett vagy fokozottan védett élőlényeket figyelembe véve. Ebben az esetben a nagyhős cincér, ami kifejezetten az nagyon idős, olykor nem is teljesen egészséges fákban él, pont ennél az erdőrészetnél, ahol vagyunk, itt a nagy szarvasbogárnak is találtuk egyedeit. Ezen kívül még a skarlátbogár egy ilyen kevéssé ismert, de fontos Natura 2000 jelölő faj, illetve védett növények közül itt például az epergyöngyike, ami előfordult, és aminek kapcsán kijelöltünk olyan területet, aminek érintetlennek szükséges maradnia. Illetve van egy nagyon érdekes védett gombafajunk is, az ágastapló, ami országosan rendkívül ritka, az is idős tölgyfákon él meg csupán. Hát emellett természetesen madarak rendkívül nagy számban, macska, bagoly például, ami kifejezetten az idős odvasfákat szereti, valamint denevérek. A kitermelt fa tüzelőként hasznosul, értékesítik, vagy rászorulókhoz kerül a szociális tűzifa program keretében. A nyíregyházi erdészet addig is azt kéri az erdőjáróktól, hogy a munkavégzés idején körültekintően közlekedjenek a sóstúji erdőben, és az ideiglenesen lezárt utakat, erdőrészeket ne látogassák.